legyen népszerűbb a kutatói pálya. Ez az egyik célja, a másik pedig természetesen az, hogy nagyon-nagyon izgalmas programokat nyújtson a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, a kutatók éjszakája. Most szombaton lesz, nagyon figyeljenek, kutatók éjszakája. Péntek szombaton dr. Kardon Béla, a szervező konzorcium vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözlöm a nézőket is. Jól mondtam, mert bocsánat, hogy ez a kettős célja van. Igen. Igen, igazából a tudomány népszerűsítése és a tudományos életpálya népszerűsítése, a kutatónak a bemutatása a társadalomnak. Már-már az ember azt gondolná Magyarországon, tehát amilyen kutatókat, feltalálókat adtunk mi eddig a világnak, hogy ugye arányában a lakossághoz képest, hogy ilyen ország nincs, ilyen sikeres ország nincs, mint Magyarország, hogy állunk most ezen a téren? Szerintem továbbra sem állunk rosszul, folyamatosan kerülnek kiváló agyak a pályákra, ezzel azt szoktam mondani, hogy figyelembe kell venni azt, akiket mi adtunk kutatókat és kiváló elméket a világnak, hogy azok hol alkottak. Tehát az, hogy mi kiképeztük ezeket a Nobel-díjasokat, ez fantasztikus dolog, az, hogy az ömük nem Magyarországon szerezte meg a Nobel-díjat, és ennek különböző okai voltak a 30-as évektől a 60-as évekig, ezek inkább szomorú dolgok. Ahogy mondja, igen, a 30-as évektől a napjainkig nagyon különböző, nagyon szomorú és nagyon eltérő okai voltak annak, hogy ezek a kiváló kutatók miért nem Magyarországon teljesedtek ki, de ma a gazdasági hasznosításban hol tart a kutatók eredményei? Én úgy látom, hogy a társadalom rengeteg olyan kihívás előtt áll, amire a tudomány és az innováció tud választ adni. Ugye a közvetlen gazdasági hasznosíthatóság az egy dolog, tehát amikor kezdek valamit fejleszteni, és holnap után olyan Mercedesem lesz, ami picikét kevesebbet fogyaszt, vagy messzebb el tud menni az elektromos autó az akkumulátorral. De vannak olyan eredmények, amik ezeket megalapozzák, és azokat azért időben el kell kezdeni kutatni. Másrészt vannak olyan kutatások is, ahol az emberek véletlenül rájönnek valamire. Hogy mondjak egy példát, a gombjuk fejlesztésével nem lehet eljutni a cipzárig, a retesz fejlesztésével nem lehet eljutni a kilincsig, és a gyertya fejlesztésével nem lehet eljutni az izzólámpáig. Ez képzett emberfők kellenek, akiknek eszébe jut, hogy egy cipzárt innováljanak, ami nem egy tipikusan nem technológiai innováció, vagy pedig egy izzólámpát alkossanak, ami már egy nagyon komoly technológiai innováció. Mi történik most pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján? Említsen néhány nagyon-nagyon fontos kiemelt programot. Ugye a kutatók éjszakáján rengeteg partner, tehát ezzel azt kell érteni, hogy több mint 50 városban, több mint 160 partner, több mint 250 helyszínen, több mint 2500 programot fog bemutatni. Tehát nagyon sok csatlakozó van, gyakorlatilag minden felsőoktatási intézmény csatlakozott, rengeteg ipari partner van, ezek közül az Ericssont emelném ki. Pozitív a tendencia? Évről évre több van, és kimondottan pozitív a tendencia. Ugye említettem az Ericssont, vagy az idén 25 éves Bajz Zoltán kutatóintézeteket. Az Ericssonnak új székháza van, és ilyenkor az ember azért megmutatja, hogy mit tud. Az 8. generációs mobil kommunikáció az nagy sláger, és ha valaki erre kíváncsi, akkor azt mondanám, hogy el kell menni az Infobar sarkában álló új székházba, meg egészen közel van a Lágymány Zsidra, és megnézni, mi van ott, de hát lesznek izgalmas kísérletek. De mit lehet csinálni? Pontosan, ha én már azt mondtam a nézőknek, azt ígértem, hogy a legkisebbtől a legidősebbig érdemes elmenni. Hát ugye van, ahol lehet kicsi eszközöket hozzá lehet nyúlni. Az Óbuda Egyetem Neumann informatikai karán lehet légorobotokat programozni. Hogyha valakiket az érdekel, hogy az irodalomban milyen kihívások vannak, és mit tudom, hogy jelenik meg a testélmény Móricznak a műveiben, akkor menjen el a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Ne felejtsem el, 2018 a kulturális örökség európai éve. Ezért idén kimondott hangsúlyt fektetünk a múzeumok csatlakozására és a kutatók éjszakáján. No, ha már ennyi példát feladat, közben így van egészségére, akkor azért mondjuk el, hogy a tudományos élet a különböző területek közül melyek a legkelendőbbek, a legkúrensebbek? Mármint, hogy a kutatók éjszakáján nyilván, hát persze az szokott lenni ilyenkor, az embereket az érdekli, ami vagy valamiért nagyon felkapott, vagy pedig nagyon nehéz oda bejutni. Lehet ez mondjuk az Ericssonnak egy laboratóriuma, ami természetesen nem közhozzáférhető, de lehet ez mondjuk egy orvosegyetemen, egy klinikán egy boncolás. Vagy a műszaki egyetemen az atomreaktor. Én azon képzeljétek el, egyszer részt vettem. És soha nem voltam boncolás. Nagyon-nagyon elképesztő élmény volt. Az elején nagyon rosszul voltam, aztán úgy megembereltem magam, és végig ott voltam. Hát fantasztikus egyébként maga nem csak az érzet, hanem az élmény, mert ez tényleg az valahol. No, és egyébként látogatottságban mit tudunk elmondani?
növekvő tendenciát látunk a látogatottságban. Csinálunk társadalmi hatásvizsgálatot arról, hogy hány embert ér el a kutatók éjszakája. Az, hogy hány embert ér el, ez egy nagyon konzervatív becslés szerint 1 millió, és egy reális becslés szerint 3 millió ember, tehát gyakorlatilag Magyarországon, aki él és mozog, az tud a kutatók éjszakájáról. És a az elérés az az is, hogy most valaki nézi ezt a műsort. Igen, meg hallott róla a rádiómat, amikor megkérdezik az utca emberét, nem biztos, hogy részt vett egy rendezvényen, de tud róla, hogy van. Követi a, előbb volt róla szó a Facebookon a példakedvéért, hiszen nekünk is van Facebook oldalunk. A látogatói létszám az 70 ezerről megy fel szépen lassan 100 ezerre. Tehát egy 70 ezeres létszám az egy nagyon konzervatív becslés, egy reális becslés az, hogy Magyarországon 100 ezer ember látogat el a különböző helyszíneken a kutatók éjszakájának az eseményeire. Nem tudom, hogy ez most egyébként jó, kevésbé jó. Nekem azért ez szép számnak tűnik. Elképesztő számnak tűnik. Elképesztő. Igen, mi kimondottan elégedettek vagyunk, és azért is elégedettek vagyunk, mert a csatlakozó partnerek komoly segítsége által úgy érezzük, hogy a célt tényleg el tudjuk érni. Tehát az, hogy bemutassuk a kutatót a társadalomnak, megmutassuk, hogy milyen klassz munka ez. Tehát igazából nagyon fontos, hogy a fiatalokból minél többen válasszák ezt a hivatást, hogy lássák, hogy igazából a tudós nem feltétlenül egy ilyen 50 pluszos vastag szemüveggel kopaszodó férfi hosszú fehér köpenyben, lehet ez egy vagány 30-as, akinek érdekes és élvezetes az élete, sőt, akár még pénzt is lehet vele keresni. Abszolút. És egyébként milyen jó, hogy a fiatalokat még külön próbálják ugye megszólítani, mert hogy egy csomó fiataloknak szóló tudományos versenyen mi magyarok zseniális eredményeket szoktunk elérni. És milyen jó, hogy a nőket külön próbálják megszólítani. Voltam a múlt héten egy nagy cégnek egy rendezvényén. Elképesztő, mindig csinos, nagy cégek nagy fiatal rendezvényeim vagy. Nagy, igen, ez egy tudományos rendezvény tudom. Volt, és gyönyörű fiatal nők voltak, és tudod, mi a szakmájuk? Kutatók. Egytől egyik programozó matematikus szoftverfejlesztő. Helyes. Lenyűgöző csapat. Erre mindig kimondottan nagy hangsúlyt helyezünk. Én ezt teljesen statisztikai, matematikai szempontból nézem. A női agy erőforrásaink 50%-a. Erről nem lehet lemondani. Hát nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Akkor hétvégén, péntek, szombaton kutatók éjszakája. Országszerte. Viszont hallásra mindenkit szeretettel látunk a kutatók éjszakáján, pénteken és szombaton is.